Ragyogó, szép napot mindenkinek! Remélem, hogy szépen telt a napotok. Bár tudom, hogy nem süt a nap, szinte soha, amikor kirakom a videókat, de ez a beköszönésem. Fogadjátok el. Itt mindig süt a nap, bizony, ahogy szoktátok mondani. És úgy gondoltam, hogy egy challenge videót hozok el nektek, ugyanis már elég rég volt ilyen. Egyébként már készülőben van egy sokkal nagyobb challenge, amihez még kell egy kis extra munka, de higgyétek el, nagyon-nagyon vad lesz. De most egy kicsit lightosabbat hozok el, ami annyi a lényeg, hogy Only Sniper kihívás. Remélem, hogy tetszeni fog a videó. Jó szórakozást és szép jövő hetet mindenkinek. Sunday pedig majd jövő héten érkezik. Most kicsit kevesebb volt a stream, több tartalom. Aztán emiatt ugye nem tudtam montást csinálni. De most egyébként törekszem, hogy egy hónapig minden nap legyen videó. Aztán akár jöhetnek is ötletek, de jó sok tartalomra számíthatok, szóval ha esetleg még nem lennétek feliratkozva, és a 36%-hoz vagy mennyihez tartoznátok, akkor mindenképpen itt az ideje, hogy feliratkozzatok. Illetve, hogy a videót kirakom, még Twitch-en is streamelek, szóval oda is átjöhettek. Szóval vágjunk bele a videóba. A videót a G2A szponzorálta, hogyha szeretnétek akciósan játékokat vásárolni, akkor ez az oldal lesz a megfelelő választás számotokra. A leírás tetején található linken keresztül pedig el is kezdhetitek a vásárlást. Na mindegy, nem fogok pingelgetni, az kész. Ujjjj! Mandalorian már rá is kezdett a Only Sniper kihívásra. Várj, ilyenkor mit csináljuk, hogyha jön valaki? Ez belefér, mert muszáj volt magam megvédeni. Ezt nem látta senki. Csak egy ilyen kötelező dolog volt. Meg mondjuk a Mandalorian kollégát is valahogy meg kellene ölni. Hello. Több killem lesz, mint... Hát most miért kellett? De jó, menjünk is a sniperért, mert már kettő killen van csalva. Jó. Ott van! Hogy kerültél ide? Sniper! Jó, mostantól gyerekek, élet challenge. Még Mandit mondjuk megöljük, vagy Bandit megöljük még sniperrel. Vagy mi az árral, de utána lemondunk róla. Soha ne állj egy helyben, azért... Bot étedre se lép utat. Na jó, hajrá. A jetpacket kidobta, nice. Arénában nem dob, akkor csak jetpacket. Azt hittem a gyerek, hogy egy bot! Pont a feje fölött volt. Ah! Jó. Bajnok kettő! Bocsánat. Azt hittem, hogy bot vagy. Mondom, micsoda. Ha egy ilyen 10 kill nem szerek össze, akkor nem is lesz egy boldog is elégedett. Ez... Oh! Let's go! Az a helyzet, hogy nem az almónakra kell bukni. Oh! Áj! Áh! Áh! Hova mozog? Mi ez a random? De... Egy, kettő lövés. Oh boy. Most menekülősbe kell. Mekkora lenne, hogyha kipróbálná? Ott van! Kipróbálna a Moby Huge-at, valaki hallott róla? Aaaa, kell az ölni. És... Nem maradt sniper a mód? Hát nincs a pályán. Kicsit szerencsétlen vagyok. Hát azt hittem, az az ammo box mindent ad, amit csak van a világon. Még shieldet is ad. Rossz fantasy. Na, sniper, neki van! Ez a veszély. Harcoljuk le, mint férfi a férfival. Na még egy. Ah, de most visszasíreli magát. Kell 2x2 találat. Jó, egy remény set. Mennyi van? 282, na ezért küzdöttem. Mert nem azt vettem föl. Gyere, jó, 34, jó az is jó. Benéztem az ikont. Egy. Problem spamstra. Oh! Full damage-ra? Hello! Úristen, ott a vét!
Egyébként majd még nyomatjuk ezt, szóval nem ez az utolsó, hogy sikerült első rossz GG. Mert hát nem kiabálom el, Isten ments. No! Vár! Menj te bolond! Nem lesz meg a teteje. Amúgy látok egy pár kettest, tehát próbáljátok egyébként még. Hát hogyha összejön valahogy más időt megnézni nyilván, mert lehet, hogy valaki más tud mutatni például. Nem is ő volt az, hogy nem tudom. What? Nem akarom megölni, már mint... Jó, mondjuk ezen a ponton majdnem csak ilyet látni, de... Menj! Csak menj! Ne gyere ki! Ne gyere rám! Figyelj, adtam egy választást, hogyha rám jössz, akkor meghalsz most. Na mindegy. Azt hittem fölfogja, hogy futnia kellene, de mindegy. Nyomatlanságban nem. Nem mondom azt, hogy ezért jövök a kutyák. De hát az csak akkor fél annyira, hogyha megindoklod neki. Macska azért tűnik, hogy nem feltétlen, bár lehet, hogy macskáknál is mégis az van valami. Vagyis aki született szegény. Ja. Hányadik kilomet viszik el? Mi akadok? Mi ez a sniper piaszon? Nincs jobb dolgotok? Mármint, hogy mást elvinni? Nem tudom, egy kettős sír nélkül nem is tudok nyugodtan játszani. Legalább egy nagy vagy splash, meg mini, AR, shoti, azt meg vagy. Vagy hogy van a matek? Meg vagy? Még mit tudom, ilyen SMG is sokszor. Akár. Hova mész? Mit csinálsz? A fán vagy? Vagy itt lent? Álljátok. Azt hittem be fog esni hozzám. Haveréknál ugye oda mentem, és mondjuk először látott a házjárat, adott házjárat. Vagy akár ismerős is. Ez lehet, hogy egy ilyen általános dumájuk, hogy jól érezzem magam, vagy hogy mondjam, mert én szeretek ez a kis Arnold Schwarzenegger-es állatokkal stogó lenni. Tudjátok, az a mém, mikor ott az állatok között ott ül a természetben.
De szerintem nem azért mondják, hogy úgy jól érezze magam, hogy... Ó, wow, ez a kutya amúgy mindenkit megugat. Meg minden, és így... Tényleg engem meg szeret, és így jó érzés ilyenkor ezt hallani, hogy... Én valamit tudok, engem szeretnek az állatok, mert érzik, hogy... Nem tudom, mit éreznek. Vannak a házban. Valaki sétálgat. Hát, uram. Az a furgon kellene. Rajjak meg, elhozom. Sebzettünk. Igen. Mehet újra trickshot. Már akkor miniket kellene eldobni. Vagy mibe gondolkozok egyáltalán? Semmibe. Benyomol a nagyot, az kész, mondom el. Nem kell ezt elhozni. Akkor te rossz ember vagy. Ne. Mondom, engem még... Nem nagyon támadott meg kutya, sőt szerintem egyáltalán nem. Vagy legalábbis megtörtént az a tipikus eset, mikor azért, na, ezzel biztos, hogy sokan így együtt tudnak rezdülni, hogy mondták nektek, hogy ó, ez a XY állat amúgy annyira nem reagál jól az idegenekre, de ti vagytok a kiválasztottak valószínűleg, hiszen olyan egyből szeret, látod, ott dörgölődik ez a szeretet jelen neki, vagy odafingott a cipődre, általában így mutatja, hogy szeret. Valami... Valami ilyesmi biztos, hogy azért már előfordul sokatokkal, de én úgy szeretem elhinni, hogy én vagyok a különleges. Ott van. Új, nagyon túlmegyek! Köszi a figyelmet! Hogyha tetszett a videó, akkor megköszönöm, hogyha dobtok egy lájkot, így megállt az algoritmus, és még több embernek mutatja a videómat. Illetve, hogyha támogatni szeretnéd a munkásságom, akkor ne felejtsétek, use code SAN. Hálásan köszönöm mindenkinek, aki beírja. Sok sikert a harctéren! Én SAN voltam, sziasztok! A SAN Shop téli kollekciója elstartolt, rengeteg új termék érkezett a kínálatba, ráadásul egy közös egérpad Eragonisztal is. Csekkoljátok le az oldalt és nézzétek meg, mivel tudjátok még jobban feldobni a karácsonyotokat. Csatlakozzatok a napsereghez és a leírást olvashatjátok a részletekért.